Tisza lövésre, Ferenci lő, és gól! Egyenlít a Debrecen egy egészen egyszerű szögletvariációval, Ferenci lövésével, és ravassága, amit Tisza beutatott. Íme lövésre a visszakorított labda, és Ferenci tökéletesen találja el. A végén ez most egy jó lehetőség, jön a lövés, és vezet a Balmazújváros. Nemanja Andrić góllal mutatkozik be új csapatában. Andrić megkapja a labdát, aztán jó rajta egyet keresztben, nem lépnek király, csak a Kufa segítségére. Gohér nézi el, gól! Vezet a mezőkövest, óriási gólt szerez Gohér. Sorfal mellett gyakorlatilag, és Nagy Sándor mellett is. Viszont óriási kiabálás a Puskás Pelőri FC kispadjánál, mert mind az ember őket kijön majd, de most nézzük a szabadrugást. Varga, gól! Kiegyenlít a Ferencváros! Tökéletes! És aztán mondanám kapus hibára egyáltalán. Talán, ha kicsit kiebbre állítja a sorfalat Danilovics, de ez inkább a sorfal fölött ment el. Lanzafame! Lanzafame, ellövi, gól! Nagyszerű lövés, 2-0, 89. perc. Ilyen helyzetből kevesen rúgták volna meg így. Hiszen ott volt két védő is, az egyik előről, a másik hátulról jött. Még Jagodicsot le kellett rázni a magáról lövés közben Lanzafamenak. Nagyszerűen eltalálta. Innen lehet jól látni, hogy nincs esélye királynak.